Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Az ő gondolatai és tervei itt középen láthatóak. Ha ő egy férfi, akkor ő áll itt a középpontban. Fontosnak tartja magát, figyeli az eseményeket, de megjelenik a hegyvidék is. Ez lehet egy kirándulás tervezése a hegyekbe, de az is lehet, hogy van nála most ez a hideg, rideg tartás, vagy nálad, és vannak jelenleg akadályok, ami kettőtöket illet. Az is előfordulhat, hogy megvannak nála az elképzelések, hogy te figyelj oda rá, hiszen ő áll a középpontban. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Itt az utak jelenthetik azt, hogy útban van hozzád. Az utak jelenthetnek döntéseket, változásokat is. Itt a koporsó, vagy egy örökösödési ügy, és itt van a családi kapcsolat, vagy egy ingatlan, de nem biztos, hogy így van. A koporsó jelentheti azt is, hogy ő lezár valamit, és lesz egy új irány. Vannak most döntések. És a ház az jelentheti a te otthonodat, hogy ő útban van hozzád, és meg akar látogatni téged. Az is lehet, hogy itt lezárul valami, vannak döntések, lesznek változások, esetleg költözködés. Mit fog tenni? Azt itt látjuk jobb oldalon. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt van a kezedben a kulcs. Légy magabiztos. Te is hozol döntéseket. Rajtad múlik minden. Ez a kulcs jelentheti a nyitottságodat, vagy a zárkózottságodat. Ha zárkózott vagy, akkor megjelennek itt újra az akadályok. Légy nyitott erre a találkozásra. És akkor itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen itt van a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, itt vannak a csillagok, ami szintén szerencsét hoz. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ez a férfi. Itt vannak újra a csillagok. Kétszer jelenik meg ez a kártya a kivetésnél, ami szerencsét hoz, vagy jelenti a bizalmat, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Ami a hivatást illeti, a csillagok jelenthetnek egy spirituális területet. A hegyvidék. Itt van mozgás, előre mennek az események, ez tényleg lehet egy kirándulás tervezése a hegyekbe. Az utak. Ő szeret téged, útban van hozzád. Fontos döntéseket hozott most. A koporsó. Itt lezáródnak bizonyos barátságok. A ház. Vagy egy régi barát tér vissza. Ezt is jelenthetik a kártyák. Itt a ház körül lesz mozgás, lesznek események, és a kommunikáció. Beszélni akar veled a szerelemről, a döntésekről, egy otthonról, vagy a családról. És a szerencse. Itt van a remény, hogy szerencse lesz.
vagy a hajó jelenthet utazást, ami boldoggá tesz mindkettőtöknek. A kulcs. Itt biztos lehetsz abban, hogy visszatér hozzád, lesz újra kapcsolat. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy a kulccsal kinyílik egy ajtó, ezek lehetnek lehetőségek, és a gyűrű az utalhat bizonyos szerződésekre is. A csillagok. Ez a férfi újra megjelenik, tehát ő boldog veled, megvan a hit, megvan a remény, tudja azt, minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva. Az ő jelenlegi helyzete. Itt oda kell figyelnie a halakra, ami jelenti a pénzügyi dolgokat, esetleg a munkát, hivatást. Persze jelenti az értékeket is, hogy ő értékel téged, de vannak elvárásai, hogy te is értékeld őt. A te jelenlegi helyzeted. Itt látható a kígyó, ez jelenthet megújulásokat, gyógyító erőt, vagy lehet egy nő is a környezetedben, aki most befolyásol téged. Mivel a kártyák szépek körülötted, szerintem ez a befolyás, ez a kapcsolat jót tesz neked, megkapod a segítséget ettől a hölgytől, ez lehet egy kolléganő, lehet egy barátnő, vagy valaki a családból. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!